Kvetná nedeľa, ktorá v tomto roku pripadala na 28. marca, je pre kresťanov veľkou udalosťou v rámci veľkonočných sviatkov. Virágvasárnap, amely az idén március 28-ára esett, fontos eseménynek számít a keresztények életében és a húsvéti ünnepkörben. Az Atya, Jó és a Szent Élek nevében. Amen. Amen. Kedves testvérek, ma azért gyűltünk össze, hogy az egész egyházzal együtt előre átéljük volunk húsvéti misztériumát, tehát szenvedését és feltámadását. Ő ezt a misztériumot akarta beteljesíteni, amikor fölment városába, Jeruzsálembe. Szívünk élő hitével és odaadásával emlékezzünk meg erről az üdvösségszerző bevonulásról. Lépjünk mi is az Úr nyomába, hogy amint kegyelméből társai vagyunk a kereszthordozásban, ugyanúgy feltámadásának és örök életének is részesei lehessünk. Könyörögjünk! V miestnom rímskokatolíckom kostole v tento deň pán farár Balla Gašpár v rámci svätej omše vysvetil prinesené bahniatka. Tento dej symbolizuje príchod Ježiša Krista do Jeruzalemu, ktorého obyvatelia vítali palmovými listami. Nakoľko palmy u nás nerastú, nahradené sú bahniatkami. Malá skupina veriacich na galérii kostola predniesla krátke dejstvo Ježišovho utrpenia, odsúdenia a ukrižovania. A helyi római katolikus templomban ünnepi szentmise keretében Balla Gašpár plébános megszentelte a hozott barkaágakat. Ez az esemény Jézus Krisztus Jeruzsálembe való bevonulását jelképezi, ahol az emberek pálmaágakkal üdvözölték. Mivel nálunk nem nőnek pálmák, ezt a barkaágak helyettesítik. A templom karzatán a hívőket csoportja Jézus szenvedésének, elítélésének és keresztre feszítésének mozzanatait adta elő. Nagy hét elején, virágvasárnap délelőttjén ünnepi bevonulással kezdjük szertartásunkat, és egy hét múlva ennek az időszaknak a végén, már húsvét vasárnap, ugyanígy ünnepi felvonulással, körmenettel teszünk tanúságot a feltámadottról. Mint Jézus tanítványai, mi is ünnepi menetben dicsőítve Isten, vonuljunk a megváltó nyomába. Vonuljunk! Thank you.
Mindenható Isten vezetőn példát adott nekünk az alázatosság, amikor szent akaratodból emberi testet öltött, és vállalkozott a keresztalát. Segíts jóságosan, hogy kiszenvedésének tanítását ne értsük, és társaink esünk feltámadásában, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten mindörökkön. Izajás így jövendőt a megváltóról. Ezt mondja az Úr szolgája. Isten az Úr tanított a nyelvemet, hogy az igével támaszra lehessek a megváltatnak. Reggelek, mint ő teszi figyelmesség üremet, hogy rámalassak, mint a tanítványom. Isten az Úr nyitotta meg üremet, és én nem álltam ellen, és nem hátráltam meg. Hátamat odaadtam azoknak, akik vertek, arcomat meg azoknak, akik tépáztak. Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik gyaláztak és lepődöstek. Isten az Úr megsegít, ezért nem vallok szégyen. Arcomat megkeményítem, mint a hőszikla, s tudom, hogy nem